8 múlt 4 perccel itt a szombat reggel a Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja. Minden korábbinál részletesebb időszaki tárlat nyílt a közelmúltban a szegedi Szentgyörgyi Albert Agorában a Neumann Társaság informatika történeti kiállításán, ahol több száz különböző logikai játék tekinthető meg, és ezzel átfogó képet kaphat az érdeklődő a különféle típusokról, a leghíresebb tervezőkről, és itt látható az ördöglatokatok gyűjteménye is, az ország legnagyobb ilyen tárlata. Vendégeink dr. Megyeri Károly, az Informatika Történeti Fórum elnöke, és Gál Péter, ördöglakat gyűjtő. A tárlat iránt, ugye ez már egy hosszabb kiállítás, régóta nyitva tartó kiállítás, változatlan az érdeklődés? Kicsit és nagyot érdekel ez a kiállítás? Igen, köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettünk. Ez a kiállítás, ez idén 10 éves, és hála Istennek töretlenül sikeres, különös tekintettel, hogy mindig meg tudunk újulni. Mert a Neumann társaság gyakorlatilag foglalkozik a jövővel, alapvetően tehetségkutatás, diákolimpiákról felkészüléssel, másrészt a jelennel, mert a technika annyira gyorsan fejlődik, hogy a szakosztályokban jelenet foglalkoznak, és a múlt örökséggel. És a múlt örökségnek van ez a két nagy lába, az egyik a Informatörténeti Fórum, ahol több mint 5000 tétel szerepel digitálisan, személyek, intézmények, termékek, és van az Informatörténeti Kiállítás Szegeden, amelyik 1200 négyzetméteren van, a Szentgyörgyi Albert Agorának a második, harmadik emeletén. Ez egy állandó kiállítás, és azon kívül időszakos kiállításokat is szoktunk rendezni. Éventáltal a kettőt. Egyik ilyen a ördöglakat kiállítás, ami most van. Ennek azért van az a apropója is, hogy idén Neumann János 120 éve született, és ennek keretében van egy programja a Neumannak, és mivel ezek a logikai játékok valahol a Neumann elvű számítógépen logikájához is kapcsolódik, ezt a kettőt mi összekapcsoltuk, és így együtt mutatjuk be barátom, barátaim segítségével ezeket az ördöglakat dolgokat, amelyik gyakorlatilag már eddig is elindult, megy, és hát reméljük a jövő héten, amikor a Múzeumok Éjszakája lesz, szintén lent az Agorába, akkor nagy létszáma jelen leszünk. Én egy ilyen ördöglakatot tartok a kezemben, és ezzel szerencsétlenkedek, nyugodtan mondhatom azt is. Egy villáskulcs, 22-es, 19-es villáskulcs, egy lánc van a két villa között, és azon egy karika. A feladat az lenne, hogy ezt a karikát gyógyítsam le róla? Igen, a karikát kell levenni. Hát igen, és ez hogyan lehet? Az a fura benne, hogy a lánc nem jön le. Hát igen, a lánc az nem jön le, nekem a karika se akarom lejönni. Biztos van megoldás. Hozott jól néhány más ördöglakatot is. Ezek százas szögek, meghajlítva, egymásba kapcsolva, szét kellene szedni őket, gondolom. Igen. És még mi van itt az asztalon? Eljátszogatnánk szerintem még több órán keresztül ezzel, de hát véges a műsoridő, meséljen erről. Hát többféle ördöglakatot hoztam. Egyrészt bemutatni, hogy milyen változatosak ezek a játékok, hogy talán gyerekkorunkban a fém játékokra emlékszünk. Szívecskére. Fém szívecskét kell levenni egy karikaszerű képződményről, de hát ennél sokkal változatosabb az ördöglakatok világa, és amiket hoztam, azok között vannak általam tervezett játékok, a világ nagy tervezői által tervezett játékok, vannak nemzetközi design versenyen díjazott játékok. Egy nagyon szűk skálát mutatok be itt is, a Szegeden több mint 600 játék van kiállítva. Hát itt most egy 26-10-et óriási az érdeklődés az ördöglakatok iránt, ugye a gyűjtők, mint a felhasználók, hogy mondjam így, részéről? Hát szoktam járni különböző helyekre játszatni, vagy játékokat vinni. Ott ez egy elég népszerű program, igen.
nem nagyon ismerik az emberek ezeket a játékokat, de szívesen leülnek hozzájuk. Illetve hát úgy mondanám, hogy van, aki nagyon szívesen akár órákat is eljátszik, de van, akit meg határozottan idegesít a dolog, és 5 perc alatt. Annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy az eddigi tapasztalat az, hogy korhatártól függetlenül. Tehát nagyon érdekes a látogatottságunk. Kicsit bárkit. 6 éves kortól, talán már 5 éves kortól egészen az újonnan ifjú emberekig, tudjuk, mindenkiben fölmerül valami, hogy jaj, hogy lehet ebben foglalkozni, mit lehet csinálni. Közben. Ne felejtsük el, hogy ez a mostani lenti gyűjtemény 4 kollégám, barátomnak a gyűjteménye, Gál Péter az egyik kollega, Bozóki Sándor, aki az egyetemi docens matematikus, Gál Péter programtervező, és egyébként az Ördöglakat Hú-nak a szerkesztője, Prébez György, ő talán a legnagyobb gyűjtő, ilyen szempont, és Víg Viktor, szintén matematikus, a Szegedi Egyetem docense. Ezek szerint ők, akik ezt összeadták. Ők foglalkoznak az ördöglattak, azok igen. Foglalkoznak az ördöglattal, akik közel állnak az informatikához. Ezt el kell mondani, mert az ő eredményük azért. Péter képvisel őket, de aztán ezt... Közben én egy doboztából kiszedtem 6 darab zsetont. Így van. Na most, hát ezt nagy nehezen készítettem, vissza kéne rakni. Igen, igen. Hát ez majd önre bízom. Az például egy nemzetközileg díjazott játék. Nagyon egyszerű lenne visszarakni, ha nem lenne hát, a dobozon igen, az igen. A kis szűkítés. Igen, egyszerű lenne. Picit le van szűkítve a szája. Úgyhogy beleférjen, hát ez nem jön össze. Mit tervezett még ön? Vannak itt könyvecskék, legalábbis nekem ez az ördög lakat annak tűnik. Az. Így van. Na, ezt kinyitom. Ezt én... Kiestek belőle, majd összeszedjük. Gondolom, ezt kell visszahelyezni. Igen, ezeket én tervezem, meg én készítem nagyjából. Ezek mind egy-egy ilyen, vagy több feladvány, kis könyvecskében bújtatva. Kereszteket kellene hát, kirakni. Ami önnél van, annál éppen egy ilyen látszólag ellentmondás, egy ilyen paradoxon, mert egy hosszú szárú keresztet is ki lehet rakni ugyanazokból az elemekből, meg egy rövidebb szárú mozaikok. Keresztet is, igen, igen. Látok itt egy violinkulcsot is. Ez is egy nemzetközileg díjazott játék, ezt egy orosz tervező találta ki. Ott a violinkulcsról a... Tessék megmutatni, hogy... Szét kellene szedni? Szét lehet? Szét, de ez pont olyan, ami lehet, hogy most hirtelen izgalmamban nem fog akkor menni. Akkor a gyűjtőt is megfogta. ez abszolút. Akkor valami egyszerűbbet, ezeket a szögeket. A szögeket, mondjuk ezt a két szöget. El nem tudom képzelni, hogyan lehet. De most... Ez a két szög látszólag véletlenszerűen van meghajlítva, de azért arra vigyáztak a készítők, hogy a résen ne férjen át a szög vastagsága. Így ki kell fordítani. Hát ez egy lényegében egy... Mondjuk, hogy egy mozdulatos játék, csak az egy trükkös mozdulat. A látogatók erre gyorsan rájönnek általában, vagy hát attól függ, hogy lehet játszani is. Igen, döntően a fiatalok gyorsabban. Egészen másképpen járő agyuk, pláne a mai technikai világban. Az idősebbek inkább lassan, de biztosan mennek e felé. Lent a buzonpedagógusok, akik is foglalkozik ebben, ő ezekről csinál különböző statisztikákat is nézi, hogy ki mennyi idő alatt tud valamit csinálni. Érdekes módon, a fia is mondom, hogy előbb mondta, most az iskola zárás miatt elég sok fiatal van, azok pillanatok alatt nézik, és az egyik része, és nagyon kíváncsiak maga a kiállításnak a részére, mert 15 vitrínben vannak kirakva, nem mindenhez lehet hozzányúlni, 15 vitrínben vannak kirakva a játékok, és érdeklődnek, hogy mi az. Vannak egyedi különlegességek is? Abszolút. Hát a gyűjtöket gondolom ez nagyon vonzza, hogy ezt szeretném megszerezni, hiányzik. Hát ki mit gyűjt, ezen is különböző szakosodások vannak még ezen belül is. A Gergőnek rendkívül sok egyedi, nagyon drága, kézműves, remek játéka van, tehát több ezer dollárt érő játékok vannak ott kiállítva. Nekem inkább azt tetszik, ami kevés darabból, de nehéz játék. Nem kell, hogy feltétlenül egy ilyen ipari mestermunka legyen, hanem én nem annyira nagyon drága játékokat gyűjtöm, hanem... Ez egy intarzia, amit a kezemben tartok. Igen, most már látom, naptár. Ezt ön készítette?
Hát az én terveim alapján. Hát ezt alapján, is össze kell rakni, ugye? Hát, hát ezzel az a játék, hogy egyébként minden, tűnik, de hát az év minden napjára egy most külön. Most 6-a, 17-e van. Igen, de az hát év minden napját ki lehet rakni vele, tehát ez igazából 365 feladvány, illetve mivel a hónapokat és a napokat külön, ezért mondjuk, hogy 40 feladvány körülbelül. Szeretnék még, nem tudom, befejezésre az öntől függ. Ez az időszakos kiállításunk, ez február 28-áig lesz itt ma. Ha nagy siker lesz, akkor ugyanúgy meghosszabbítjuk, hogy például most volt egy Csinzi László festőművésznek a programozott logikai, tehát gépekkel készített képét mutattuk be, azt is több mint két hétig meg kellett hosszabbítani, akkora volt az érdeklődés. Ez egyik, ami szeret. Ez Szegeden, a Szent Györgyi Albert Agória ITK-ban van. Ez egyik. A másik pedig, amit jeleztem, van az itf.nisk.hu honlap, ott pedig a digitális örökséget lehet látni. Ezek a fajta játékok, ezek szerint a mai digitális világban megfogják a gyerekeket? Tehát állandóan a mobiltelefon van a kezükben, hát én is készítettem majd néhány fotót, a Kossuth Facebookjára természetesen kitesszük ezt, de leköti őket, érdekli őket? Nem egyformák a gyerekek, tehát vannak gyerekek, akik pár percet hajlandók csak foglalkozni egy-egy játékkal. Ezeknél nincsen olyan azonnali visszajelzés, mint egy számítógépes játéknál, és ha pár perc alatt nem sikerül megoldani, akkor félreteszi, de elég sok gyerek van, aki akár órákat is hajlandó elücsörögni mellette. Unokáimon lehet látni, bocsánat, hogy a számítógép, tehát a okos telefonon keresztül, még ott is sokszor játszanak, én nem értek egyet, az egy másik dolog, de amikor ilyen kerül a kezükbe, akkor sokszor nem sikerült, és idegesek lesznek, hogy miért nem sikerült. Szembe ugye a mobiltelefonon lévő játékokat, tehát megyünk tovább. Tehát más logika kell. Tehát viszont ebből megtanul logikát. Igen. Ebben többet lehet tanulni. Például ebből a falapocskából három lyuk van rajta, abba átfűzve egy zsinór, a zsinór pedig le van kötve egy golyócskával. Ki kellene szednem a golyócskát? A golyó akkora, hogy a lukakon nem fér el. Hát az nem, igen, az biztos. Hát úgy könnyű lenne. Igen, a feladat az, hogy a zsinórt fűzzük ki. Nem fogom elrontani, úgyhogy inkább itt feladom. De nyugodtan, nem lehet elrontani ezeket. Fejlődik az ördögpiac. Az ördöglakatok piaca, tehát állandó a megújulás, újabb és újabb dolgokat kell kitalálni? Abszolút, tehát nagyon sok találmány van minden évben az ördöglakatok piacán, vagy a gyűjtői közösségben. Tehát egy pár gyártó is ráállt ezekre, tehát például amit az előbb kérdezett, ez a violinkulcs alakú játék, ez egy gyönyörű, tényleg egy ilyen aranyozott violinkulcs, és hát ezt le kellene, ezt a az meg egy basszus hangjegy, kulcs, igen. Egy hangjegy, azt kellene levenni róla. Hát biztos, igen, tehát van olyan gyártó, aki erre ráállt, és minden évben kihoz egy pár új példányt, ez egy nagy nemzetközi piacon mindenhol kapható játékok, de vannak olyanok, amik szűk gyártói, vagy szűk gyűjtői körnek készülnek, sőt van olyan üzleti modell, hogy direkt csak mondjuk 50 darabot gyártanak egy játékból, és ha az elfogy, akkor van egy másodlagos piaca, ahol licitálni kell, és akkor az egyenbe ezt a villáskulcsot, ezt akár otthon is el lehet készíteni. Abszolút. Ezt a Bozók is annyi barátom készítette. És akkor legyen kedves megmutatni, hogy hogyan lehet ezt leszedni, mert most nagyon kíváncsi vagyok rá. Még, hogy nem lehet felül a végén, hogy kiállítás címe az, hogy kézzelfogható logika. Nem az ördöglakat a lényeg, hanem a kézzelfogható logika. Így van. Tehát a karikát be kell helyezni a villáskulcsnak a villái közé, és ott egy kicsit ugye lazább a lánc, ezért ott lehet emelni a karikát, és már le is jött. Köszönöm szépen, némi ízelítőt adtunk a logika világából, az ördöglakatokról beszélgettünk az előző percekben Gál Péter gyűjtővel és dr. Megyeri Károllyal, az Informatika Történeti Fórum elnökével.